A harmadik Kistarcsai Kakasfőző Fesztiválon Polgár Gyula, a napházigazdája, elsőként a színpadra szólította a főzőversenyre jelentkezett csapatok egy-egy képviselőjét, akik a sikeres rajt érdekében egy-egy pohárka pálinkát kaptak Solymosi Sándor polgármestertől. Én a magam részéről minden csapatnak drukkolok, és sok sikert kívánok nekik, kedves egészségükre! Egészségükre! Az ital elfogyasztásával el is dördült a képzeletbeli rajtpisztoly. A csapatok számára kijelölt standokon megkezdődött a lázas munka. Kukkantsunk hát be néhány konyhába a csaknem 20 közül. A szalon az melyik része a kakasnak? Az alja. Ja, az alja a kakasnak. Ez nem azt jelenti, hogy a kakas lába, hanem a ugye főzésnél kell az aljába. Pörkölt készül, ugye minden csapat azt csinál. Igen. Mitől különbözhet egyik pörkölt a másiktól? Túrós csúszával fogjuk készíteni. Mit csinálják vele? Vedd vissza a hőmérsékletet. Milyen paprika kalocsai, szegedi? Szegedi. Szegedi rendőr voltam, majdnem 10 évig, akkor szegedi paprika. És hogy lett a szegedi rendőrből Kistarcsai? Ő csalogattak. Ez már a kakas? Ez nem a sakármilyen kakas, ez a alföldi vadkakasnak a mája. Gombás, lecsós alapon. A lányoknak, hogy amíg főznek, addig kicsit tápláljuk őket, hogy ne legyen nagyon sovánkák. Akkor ez csak azért van, hogy addig táplálkozzunk, amíg főzünk. Kész legyen a kaja, a főétel. Mit jelent az, hogy alföldi vadkakas? Az egy régi magyar ős állat a Dúzog mellett, ilyen alföldnek egyik jellegzetes állata. Szóval akkor nem házi állat, ezt, nem, nem, azért vadkakas. Ezt lőni kell? Igen, igen, igen. Ki lőte? Hát azt sajnos nem tudom megmondani, ezt egy barátomtól kaptam, hogy ő honnan, de az ők általában tenyésztik is, mert sajnos nagyon veszélyeztetett faj. Hát akkor itt most épp egy veszélyeztetett faj kihalásának hát lehetünk. Ki nem hal, mert azért ott figyelnek rá. De elég ritka dolog. Alapszolgáltatási központ, ha jól látom itt, igen, a sátor feliratán. Alapvetően önök mivel foglalkoznak, mikor nem kakas főznek? Andrea, szakmai kérdést tettek, hogy mivel foglalkoztok? Itt a gasztronómiát már kitárgyaltuk. Hát nem, még azt sem. A fizikát se? Mivel foglalkozik az alapszolgáltatási központ, amikor nem kakas főz? A szociális alapellátásokat, házi segítségnyújtást, étkeztetést, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, gyermekjóléti szolgálatot, családsegítő szolgálatot, védőnői szolgálatot és idősek nappali ellátását működtetünk. Összesen 18-an vagyunk, és akkor így a napi munka az igazából az életviteli tanácsadás, a családok segítése, élelmiszerosztás, kapcsolatügyeletnek a biztosítása, családgondozás és a házi gondozás. Jelenleg hányan vannak itt a 18-ból? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatan vagyunk itt a 18-ból. Más rendezvényeken is szoktak együtt szerepelni, vagy összejárnak? Milyen szoktunk általában eljárni. Nagy Tartsán voltunk tavaly, és mind a három évben itt voltunk Kistarcsán is a Kakasfőző Fesztiválon. És ki a fő szakács a csapatból? Hát a férjem. Kakast eddig még nem főztem. Ez viszont egy panonhalmi recept, úgyhogy úgy neveztük el, hogy szerzetesek kakasa. És honnan van a panonhalmi recept? Panonhalmi receptet az interneten találtam. És ezt találtam olyannak, ami egy kicsit elüt a többitől, de úgy finomnak tűnik. Nem hagymával kezdődik, úgy látom. Nem hagymával kezdődik, ez egy ragu lesz, ez egy vörösboros kakas ragu lesz, és egy borókás savanyú káposztával lesz tálalva. Hát akkor ez az első alkalom, hogy kipróbálják a panonhalmi receptet, mert eddig... Első alkalom, hogy kipróbáljuk, de én úgy fejben már megfőztem otthon, és úgy gondolom, hogy finom lesz. És a kakas nem, akkor egyébként miket szokott főzni? Nagyon sok mindent főztem már panóniának, táncosoknak, és általában meg is ették. És ma is élnek? És ma is élnek. Sok minden. Tehát a harcsapaprikás turós csuszával, egy osztályteremben, linoleumos osztályteremben 120 főnek, az volt eddig a legvadabb, amit úgy bevállaltam, de sok mindent szeretek nekik főzni.
Jó, mert egy nagyon jó közösség, és ők sok mindent megérdemelnek. Akkor ön nem is tartozik a Pannoniához? Én a Pannoniának a szüvelőcsoportjában táncolgatok, a Katomtólhoz mérten, de van egy nagyon aranyos vezetőnk, aki eltűri az ilyeneket is, és jól érezzük magunkat. Mi soha nem lépünk föl, mi csak a magunk szórakozására táncolunk, és jól érezzük magunkat. Fagyasztott kakas készül zsemle gombóccal, vagy mi? Hát ebből, ha minden igaz, és nem rontjuk el, akkor kakasgulyás lesz. Aha, tehát hosszabb lével. Hosszabb lével, krumplival, darált csipetkével. Jó, csak azért kérdezem, hogy... Zöldséggel, répával, tehát egy... ilyen mindent bele, olyan, mint a fradi. Értem, én most csak azért érdeklődtem itt a fagyott kakas kapcsán, mert úgy látom, hogy a többi csapat azt csinálja, hogy forró zsiradékban forgatja, vagy forró vízben forgatja a kakast. Itt meg azt látjuk, hogy hideg kakassal hűtik a folyadékot. Ne, most az az igazság, hogy nem tökéletes a gáz, tehát most fagáz van, tehát nem normális, nem PB gáz, tehát rendesen fatüzeléssel, de ez mire kész lesz, ide kell jönni megkóstolni. Hát ez egy ősi recept, nem? Hát valószínű, igen. Hát akkor hol volt még palackos gáz? Hát ez az. Heckúr hány kakast főzött már életében? Hát nem tudnám megmondani, de több tizet. Több valószínű, tizet. Több tizet. Közel a 100-hoz gondolom. Így van, így van. Mi a különlegessége a kakasnak? Hát nagyon finom húsa van, egy kicsit ugyan száraz hús, de nagyon jó ízű hús. Úgyhogy több zsíradékot igényel, mint egy tyúk vagy egy csirke, főleg a csirke, mert az egy puha hús. Tehát és tovább kell főzni, ezért jobban tartalmasabb az íze is. Na épp azt akartam kérdezni, hogy amikor bármilyen állatból ételt főzünk, akkor a legritkább esetben teszünk különbséget a nemek között. Tehát egy malacpörkölt, akkor nem kérdezzük, hogy az hímbor vagy nőstény. Itt a baromfiak közül is a kakas az, kakas ami... az, ami a keményebb húsú, és ez több főzést igényel. Más állatot is mondhatnánk, például a birkánál, az ürűhús az, ami keményebb hús, és az ízletesebb, és egész az az igazi. Meghatározható-e a kakaskora, amikor éppen érett arra, hogy belőle pörköltet készítsünk? Meg lehet határozni, a baromfiakat általában lábáról szoktuk meghatározni, hogy a bőr felülete milyen rajta. Körülbelül hány éves? Évgyűrű. Nem évgyűrű, hanem a bőre, igen. Hát az a segítségünk. Félreértett, ez is hasznos információ, de leginkább azért kérdeztem volna, hogy melyik az a évjárat kakasból, amit már leszabad vágni, és érdemes belőle pörköltet csinálni. Van egy nagyon öreg kakas, amiből már nehezebb. Mi az az életkor? Hát olyan 3 éves kakas, az már nagyon jó. A jó vágásra is érett, és jó ízű. És akkor olyan közepes súlyú, olyan 3-4 kilós, 4,5, ez a jó közepes súly. Ha már ettől öregebb van, 5-6 éves, akkor az már súlyba is magasabb lesz, és tovább kell főzni. Mondhatnám, majdnem dupla ideig. A zsűriben vannak laikusok is, de a mester az mit fog keresni, amikor megkóstol, ízlel, megszemlél egy ételt? Hát, ha szemlélem az ételt, általában azt szoktam, hogy van tálalva, ugye? Mert ugye úgy tanultuk, vagy úgy tanítottuk, hogy amikor ránézek egy ételre, és az gusztusos, jól néz ki, nem a zsír úszik rajta, hanem van rajta egy kis pofa, úgy mondjuk, egy kis zsír, és ez jól néz ki, az jó. És a szaftja, ha főleg így pörkölt, akkor egy kicsit sűrű legyen, ne legyen olyan, mint a víz, az nem jó. De ha szemre már tetszik, akkor mindjárt úgy nyúlok hozzá, hogy na hát, ez biztos finom lesz, még ha nem annyira finom is, de az első benyomás a szemen keresztül, úgy érzem, hogy ez jobb. Ha egy picit gyöngébb, még akkor is jobban értékelem, mint ha ez fordítva van, hogy nem néz ki jól, de nagyon jó íze van. Körbenézte itt a csapatokat, eddig minden rendben, mindenki szabályosan az az igazság, csinálja, hogy kell. Hát van egy-két. Nem mondom, hogy trehány csapat, mert azt nem mondhatnám, csak egy olyan, nem nagyon törődök, majd fölteszem, hogy hát mondom, hogy ez időre megy, és lehet tálalni, akkor kéne tálalni, nem kell húzni az időt. Most még egy pálinka, most még egy nem állnak úgy hozzá, de van, amíg nagyon jól már hajt és nyomja, tehát megoszlanak a csapatok, mint egy ember között. Végül is fesztivál. Hát így van, szóval nem kell hajtani, de... Úgy egyeztünk meg, hogy aki kész, először hozhatja kóstolni, és akkor már osztályozunk. Lényeg az, hogy ne ússzon a zsírba, szaftja legyen,
ne víz, hanem úgy kis szaptja. De elmegyünk, megmondjuk mindenkinek. Köszönjük. Én is köszönöm szépen. A fesztivál szervezéséről Szilárdi Lászlót, a művelődési központ vezetőjét kérdeztük. A harmadik a fesztivál, akkor az már némi rutint is jelent. Hogyan készültetek a fesztiválra? Felkészülés érdekes volt, ilyen nyár közepén mindig nehezebb felkészülni, mert szinte majdnem mindenki szabadságon van, nehéz összeszervezni a programokat, ezért már elkezdtük májusban kakasfőző fellépőjének a szervezését, és ez mellett a csapatokat is ifjabb Juhász Istvánnal hívtuk, sokan jelentkeztek is, úgyhogy idén sikerült 20 csapatot összeszedni a harmadik kakasfőző fesztiválon. Miket biztosít az önkormányzat ez a rendezvényhez? A rendezvényhez főként ugye az infrastruktúrát biztosítja, a sátrakat, a nagy sátrat, a színpadi sátrat, öltöző sátrat, akkor ez mellett ugye a csapatoknak székeket, padot, asztalt és egyéb eszközöket, ez mellett ugye a fellépőket és a kakasokat úgymond nyomott áron biztosítja a csapatoknak, hogy ezáltal kötelezően 10 kóstolóhelyet felajánljanak a bent fesztiválra látogatók számára. A 20 csapat, vagy közel 20, azt hiszem 19, aki pontosan eljött, a nevezési díjért húst is kap, ugye? Így van, a nevezési díj az 5000 forint volt, és ezért 2-4,5 kilós kakast kaptak. És egyébként honnan lehet beszerezni ennyi kakast? Kerepesről, egy húsüzemből szereztük be most idén a kakasokat. Tavaly is a Szegről hoztuk, tavaly előtt pedig szintén is a Szegről. Mire kell figyelni, hogy hány éves, hány hónapos, hogy mekkora kakasokat kell beszerezni ahhoz, hogy jó legyen a végtermék? A kakasnak a nevelési technológiája az érdekes. Ha igazából öreg kakasokat szereznénk be, akkor lehet, hogy még este 10-kor is főznék. De az nem azt jelenti, hogy nagyobb a kakas, hogyha öregebb. Tehát ezek főként ilyen húshibrid kakasok, tehát a húshibrid csirkéket tovább tartják, és külön nevelési technológiával, tápozással 4,5-5 kilósra fel tudják hizlalni. Mik az általános tapasztalatok látogatottság tekintetében, résztvevő csapatok tekintetében, és így tovább? Nagyon féltünk, reggel még esett az eső, 10 órától kezdődött a ünnepi műsor a Csigaházba, illetve a Szent Imre térnek az átadása, azon végigesett. Amikor elkezdődött a rendezvény, azt hittük, hogy a csapatoknak a fele visszamondja, de aztán javult, úgyhogy egyre többen érkeztek ide. Úgyhogy most én úgy látom, hogy körülbelül annyian vannak, mint a tavalyi évben. És egy jó fesztiválnak tartozéka az is, hogy a színpadról minőségi műsor szóljon. Ez ügyben mit sikerült elérni? Jól mondja, tehát nagyon fontos dolog az, hogy az mellett, hogy főznek, a látogatók számára is megfelelő programot tudjunk biztosítani. Ez azt jelenti, hogy most jelenleg Bognár Szilvia zenél fent a színpadon, ezután a Hősök következik, majd ezt követően egy igazi retro buli lesz, ahol a Kerozén, a Közmix és a Happy Gang fog fellépni, tehát egy igazi buli hangulatot szeretnénk teremteni, és időközben pedig a Prestige Band, akik már évek óta visszajárnak kis tartsára, egy nap, nagyon profi báli zenekar, lakodalmas zenekar, akik a talpalávalót húzzák itt a rendezvényen. És természetesen a nyitásnál fontos volt, hogy egy ismert nevet hozzunk el, az pedig Kálai Sanders András volt. Felépő között van egy kistarcsai vonatkozású, kötődésű ember? Bognár Szilvia kistarcsán lakik, illetve a ünnepi műsoron léptettünk fel kistarcsaiakat, amely 10 órától kezdődött a Csigaházban. Yeah.
Folytassuk most gasztronómiai sétánkat. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat sátránál vagyunk. Hányadszor vesznek részt itt a fesztiválon? Harmadszor veszünk részt a Kakasfőző Fesztiválon. Az első, második és a harmadik kakas, ez a harmadik. Ugye a harmadik Kakasfőző Fesztiválon is részt veszünk. Mind a háromszor a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részéről indultunk. Nagy helyzetet nem értünk el, de nagyon jókat ettünk, ittunk, baromi jól éreztük magunkat, nagyon jól éreztük magunkat, igazán. Egyszer mondtam már ma valakinek, hogy fesztivál végül is, ugye nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. Abszolút, ez tényleg valóban így van, és nem is arra gyúrunk, nem is arra készülünk, hogy bennünket a zsűri bármilyen serleggel vagy bármivel jutalmazzon. A lényeg az, hogy mi és a közönségünk, akik idejönnek hozzánk, meglátogatnak bennünket, számtalan ismerősünk van, ugye hál' Istennek, mivel minnyáján kistarcsaiak vagyunk, tőzsgyökeres kistarcsaiak, ráadásul tótok, ugye, ahogy mondani szokták, tehát jönnek ide az ismerősök, vendégül látjuk őket, egy kis pálinkával, egy kis borocskával, egy kis kakaspörköltel, a zsűri meg dolgozzon, neki az a dolga, nekünk meg az, hogy vendégül látjuk itt az embereket. No, itt tartunk, akkor mitől tót a tót kakas? Semmivel sem magyarabb, semmivel sem tóta megy kakas. A kakas Szlovákiában is kukorékol, meg itt Magyarországon is. Tehát a tót kakas és magyar kakas között semmi különbség nincs. De amikor már megfőtt? Amikor megfőtt, hát igazából szerintem akkor sem, mert az itt élő szlovákok annyira elmagyarosodtak a fűszerezésben, hogy a sok paprikát használják, ami Szlovákiában kevésbé, meg Erdélyben is kevésbé, ugye, de itt Magyarországon, a kis Magyarországon a magyarok is és a szlovákok is egyformán használják a paprikát. Lásd, Tótkomlósi, Békés Csabai, Gyulai kolbász, ezeken keresztül le lehet mérni azt, hogy a fűszerezés az. Sőt, ha egy kicsit soviniszta lennék, megkockáztatnám, hogy a igazi paprikázás az a szlovákoktól ered, és nem is a magyaroktól. Pontosan minek nevezzük ezt a pörköltet? Sok ami, benne a paprika, paradicsom. Így van. Ez egy lecsó alap. 9 kiló a kakas. Tehát a 9 kiló kakashoz 9-szer annyi hagyma és paprika kell, mint amennyi egy normál pörkölthöz. Tehát amit most a kondérban láttok, az körülbelül a 9-szerese annak, mint amit egy háztartásban csinálunk. Arról nem beszélve, hogy ugye akkor, amikor bográcsolunk, akkor a fűszerezését mindig egy kicsit túlhangsúlyozzuk. Ez a lényege a bográcsolásnak. Amikor otthon is bográcsolunk, akkor az a gulyásleves az nem olyan, amit a fűzhelyen főzünk meg, hanem az bográcsos gulyásleves. Ugyanígy a kakassal is ez van, meg a marhapörkölttel, mindennel ez van. Hát itt a marhapörkölt lesz, vagy a kakas lesz most olyan, mint a marhapörkölt, hogy jó, meg lesz fűszerezve bors, babírlevél, paprika, kicsit erősebben, aztán erre jobban csúszik a sör, jobban csúszik a bor, meg hát a többi. Végül is fesztivál, köszi. Fesztivál, abszolút, abszolút. Köszönöm szépen. Kistacsai Városi Sportklub. Igen. Mit sportol a szakács, amikor nem főz? Futballozik. És mit kell tudni erről a pörköltről, mert azt látom, hogy itt egybe vannak benne a hagymák, vagy csak is? Van benne rendesen finomra vágva, illetve egybe is, ez egy külön technika. Van benne egybe is, ami majd egyértelmű ki lesz szedve belőle. Benne van már a hús, illetve majd még föl lesz húzva egy kis alaplével, és a végén egy ilyen gomba, illetve tejfő fog belekerülni, és egy ilyen bakonyi módra elkészített kakas lesz. Akkor a hagymáról csak annyit, ahogy így nézegetem, hogy valószínűleg a szakács alap tevékenységénél fogva kell, hogy lássa a gömböt, mert hogy ugye focizik, és kell látni a gömböcskéket. Mitől halad ilyen gyorsan? Előrébb jár, mint a többiek? Nem mondhatnám, hogy előbb egyszerre gyújtottunk tüzet, úgyhogy puskalövésre indult minden. Úgy látszik, hogy erősebb a tüzünk. Igen, az lehet. Pörkölt vagy gulyás? Mi a vége? Gulyás lesz, egy 6 kakasos gulyás. 6 kakasos gulyás. 6 kakas fürdik ebbe a kazánba. Mitől különleges? Mert mindenki valami különlegességre törekszik. Hát, minden. Szívünket, lelkünket beletettük, azon kívül, ami szóval nem elég zöldség, nem elég a zöldség, nem a kakas, elég. Szívet, lelked bele. Mindent bele kell rakni. 7 darab kakas fő. Körülbelül olyan
3-3 és fél kilós. Úgy hallottuk, hogy ebből kettő tisztított, a többi tollas. Hát igen, volt, igen, amíg élt. Tehát amit az önkormányzat a nevezési díjé biztosított a csapatnak, az kettő, és? Így van, és ötöt vettünk még hozzá, hogy rendes mennyiség legyen, hogy minél több jusson itt a... Mert ugye a vállalkozó kedvűek, és mekkora lesz a vendégsereg délután? Hát reméljük, hogy jó sokan lesznek. Tavaly egy óra alatt elfogyott az egész, úgyhogy... Akkor is ennyi volt? Igen. És akkor ki a mester? Itt Juhász István a mester? Hát én is, illetve hát csapatmunka van azért, tehát mindenki segítkezik. Ez a nagy demokratizmus nem fog megártani a kajának? Nem, nagyon finom lesz. Mindenki beleszólhat is azt. Így van. Eddig jó ura? Minden nagyszerűen megy itt minden, úgyhogy... Megteszünk mindent. Hibátlan. Csak finom. Mik ezek a golyócskák? Kakasgombóc leves lesz. Kakashúsból van a gombóc, igen. Akkor nem egybe kerül bele a hús, hanem gombóc formájában? Ledarálva gombóc formában, igen. Mi ez az újítás, hogy kakasfasét kerül a lébe, vagy mi? Nem, csak ledaráltuk a kakasnak a húsát, amennyit le tudtunk szedni. És amit meg nem tudtunk leszedni, azt megfőztük egy alaplének, és egy zöldséges, mégis egy levesbe kerül bele ez a gombóc. Megfő, és kész lesz a levesünk. Na és akkor mi van a gombócban, a kakashúson kívül? Titkos fűszerek, tojás, egy kis zsemlemorzsa, hogy összeálljon. Ti ennyi. Hol lehet ezt olvasni, a neten, vagy ti találtátok ki? Mi találtuk ki. Főleg, hogyha mondjuk valaki nem szereti annyira a kakas húsát, így biztos megeszik. Meg kellett vele számolni, hány gombóc egy gyártott. Sokat! Hát szűrjük le! A rendezvényen szinte minden standnál találkozhattunk Solymosi Sándor polgármesterrel, aki jó házigazda módjára folytatta a megnyitón megkezdett kínálást. Miközben most már egészen bizonyos, hogy Kistarcsa a gasztronómiai fesztiválok fővárosa itt a térségben. Azt látjuk, hogy a legkönnyebb dolga a polgármesternek van, mert csak egy piszok nagy üveggel járkál itt felsalás barátkozik. Így van ez? Ez természetesen így van. Az a jó vendéglátó szokásunk van, hogy aki megtisztel bennünket azzal, hogy részt vesz az általunk meghirdetett rendezvényen, és öregbíti a mi hírnevünket, illetve emeli a rendezvény fényét, az a legkevesebb, hogy mi meg egy kis drukkerpálinkával, egy kis, az előbb olyan jó kifejezést találtam, doppingpálinkával, tehát doppingoljuk a csapatokat, hogy a lehető legjobb eredményt tudják kihozni magukból. És hogy hagyományőrző állapotban tudják helyezni magukat. Ez így van. Nagyon büszkék vagyunk a hagyományokra. Ugyanez egy friss hagyomány, ugye a harmadik alkalommal rendezzük meg a kakasfőzést, de minden évben megduplázódott szó szerint a csapatok létszáma, hiszen a tavalyi 9-ről idén talán több is, mint 18-ra, körülbelül 20-ra növekedett a csapatok létszáma. Azért mondom ilyen bizonytalanul, mert az időjárás miatt lehet, hogy egy-két csapat visszavonulót fújt, de aztán menetközben azt hallottam, hogy mégis csak megérkeztek. Tehát segítek, 19-en vannak. Akkor 19 csapat, egy hiány 20. Ha 20 lett volna, akkor 20-án a számok misztériumában pontosan jól adott. Vagy tegnap kellett volna megtartani. De nem kizárt, hogy legközelebb akkor két napos lesz, hogyha ilyen nagy érdeklődés lesz a fesztivál iránt. Ha most már közelgünk a végéhez, a harmadik is jól sikerült, mondhatjuk már majdnem múlt időben, ez azt jelenti, hogy folytatódik a hagyomány. Természetesen. Tehát amit elindítunk, és látható, hogy a közönség, illetve a lakosság számára vonzó, és szeretik, és kedvelik, és kilátogatnak, értékelik az erőfeszítéseket, azokból természetesen hagyományt teremtünk, és folytatni fogjuk minden évben. Mennyire belterjes Kistarcsai a történet? Vannak-e tudomásai a polgármesternek arról, hogy a környékből vagy messzebbről jönnek-e érdeklődők erre a rendezvényre? Hál' Istennek jönnek a környékből, meg még messzebbről is. Az imént találkoztam egy úrral, akinek a vándorbotján a fél ország jelképe rajta van, amerre járt, és többek között ő is a médiából tudta meg, hogy itt Kistarcsán ilyen rendezvény lesz, és miután a kakast elég kevés helyen
tűznek az ászlajukra gasztronómiai értelemben, tehát felkeltett az érdeklődését, és ő is itt van. Ezen kívül pedig elmondhatom, hogy a környékbeliek, elsősorban például a kórház, ahol amely Kistarcsa területén helyezkedik el, de nyilvánvalóan az ott dolgozók nem kifejezetten kistarcsaiak csak, ezért nagyobb körből tudunk meríteni, és hát Budapest közelsége, amelyre mi egyértelműen alapozunk, a jó közlekedési viszonyaink miatt, illetve a jó földrajzi elhelyezkedésünk miatt, nyilvánvalóan nagyon sok budapesti talál meg minket, és nem csak a környező kerületekből, tehát a 16., 17., 14. kerületből, hanem beljebbről is, sőt Budáról is találkoztam itt vendégünkkel, aminek nagyon örülünk, remélem viszik a jó hírünket, és akkor jövőre még szélesebb körben szeretnénk megmutatni a tudásunkat. Kíváncsi vagyok, mikor érjük el azt a szintet itt Kistarcsán, amikor lesz egy koronája a dolognak, amikor is sertés, kakas, görhöny egyszerre. Hát ez egy merész dolog. Én nem vagyok gasztronómiai szakember, de hogyha ezt a hármat összeházasítjuk, az nem biztos, hogy jól adja ki magát. Eleve gondolom én azt, hogy a négylábú sertést összehozni a kétlábú kakassal gasztronómiai értelemben nem kis feladat. Nem beszélve a görhönyről, amely egy további... Aminek nincs lába. Igen, pikantériát adna az egésznek. Maradjunk annyiban, hogy ezek a térben és időben jól elkülönülnek egymástól, és pontosan azt a célt szolgálja, hogy a mai fölgyorsult világunkban időnként meg tudjunk állni, és az időnként két havonta, negyed évente van, az úgy látszik, hogy a lakosság kívánságával, illetve hozzáállásával is találkozik, és ők is üdvözlik ezeket, és szeretik, és kijönnek, és megpróbálják kiengedni azt a sok felgyülemlet, akár feszültséget, akár problémát, és ilyenkor egy napra elfelejteni mindent, jól érezni magukat, és örülni annak, hogy ezen a településen élünk, mi kistarcsaiak vagyunk, mi ezt tudjuk nyújtani a világnak, a világ pedig ezért szeressen minket, mint minden jó vendéglátót, házigazdát.